A torna első meccsén a két A-csoportos csapat, a Deac és az Albafehérvár csatájából utóbbi került ki győztesen. A második találkozón, érvényesítve a papírformát, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks 17 ponttal legyőzte a B-csoportos Honvédot, így a hazaiak vívhatták a döntőt az Albával. Előtte azonban a Deac megverte a fővárosiakat, így a Debreceni lett a harmadik hely. A finálé küzdelmes mérkőzést hozott, Pető Ákos együttese végig egyenrangú ellenfele volt a Fehérvárnak, amely a hajrában döntötte el maga javára kupa sorsát. A nyíregyházi szurkolók 5 év szünet után láthattak ismét A-csoportos csapatokat, és a meccs végi reakcióból következtetve, csak úgy, mint a vezetőedző, elégedettek voltak a cápák teljesítményével. Két meccset látottak alapján azt mondom, hogy pozitív gondolataim lehetnek, hiszen a csapat helyek közel megtudta azt sem, amit szerettem. Sajnos mindkét mérkőzésen voltak a periódusok, amik hosszabbak voltak és gyengébbek voltunk, ezeket kell vagy lerövidíteni, vagy ne is forduljon elő, nyilván ez azért szinte lehetetlen, de én úgy láttam, hogy ma is nagyon jól küzdöttünk, és tényleg a közönség tapsa az a legnagyobb jutalom. A legmagasabb osztályban 4 légiós lehet a pályán, így a nyíregyházi magyar kosarasoknak a korábbinál kevesebb játékperc jut. Azok viszont elegek voltak arra, hogy megtapasztalják, mi a legnagyobb különbség az első és a másodosztály között. Egyértelmű fizikalitás. Sokkal gyorsabb a játék, sokkal fizikálisabb, sokkal erősebbek a játékosok, sokkal gyorsabbak, sokkal nagyobbak. Ilyen egyszerű. Viszont a mi játékosaink is úgymond jobbak. Nagyobb, magasabb minőséget képviselünk így a csapatunkkal, hogy 4 idegen légiósunk van. Ezért megvan ennek is az előnye, meg a szépsége. Nyilván azoknak a magyaroknak, köztük nekem is, fel kell vennem még a ritmust, azért 5 év B-csoport után erre szükség van, de pont erre jók ezek a tornák, meg az edzések, hogy kőkeményen gyakorlunk egymás között, hogy lépésről lépésre kezdjük megszokni az egésznek a milliójét, és egyre jobb lesz. A legértékesebb játékosnak megválasztott Vojvoda Dávid szerint a Sitko Ernő emléktorna jól szolgálta a csapatok felkészülését. Két nagyon jó mérkőzésen vagyunk túl, mind a kettő igazából a végjátékba dölt el, úgyhogy szerintem remekül szolgálta a felkészülést. Azért az látszik a társágon, hogy nagyon kemény alapozáson vagyunk túl. Még mindig azért nagyon kemény edzések lesznek, valószínű, hogy azért még van 2 itt a szezonig. Úgyhogy a döntőben most egy kicsit talán fáradtabban mozogtunk, mint az első mérkőzésen a Debrecen ellen. A Nyíregyháza a kalappal szerintem nagyon kellemetlen ellenfél lesz a bajnokságban mindenki számára. Tehát egy agresszív vérekezést játszanak abból, nagyon gyorsan indulnak. Ugye olyan csapatot állítottuk össze, ami ezt lehetővé teszi, úgyhogy eléggé megszenvedtünk velük az utolsó negyedben. Tudtuk magunk javára folytani a mérkőzést, úgyhogy szerintem nagyon jó sikerült az emléktorna, szerintem méltóképpen megemlékeztünk a Sitko Ernőre, úgyhogy remélem, hogy legközelebb is itt lehetünk. A torna legjobb centerének járó Sitko Ernő külön díjat a debreceni Tóth Ádám kapta, a legjobb hazai játékosnak pedig C.G. Bryce-ot választották meg a szakemberek. A Nyíregyháza a hétvégén a budapesti Honvéd otthonában játszik még egy felkészülési meccset, aztán jövő szerdán Debrecenben már bajnoki pontokért lépnek pályára Busch Ivánék.